Hogyan tudom tervezni a sorsomat? Tudom-e egyáltalán? Azt veszem észre, hogy néhány alapvető probléma jelentkezik mindannyiunknál. Az egyik az, hogy nem veszük figyelembe, mi az, ami eleve adottság, és egyszer nincs ráhatásunk, és túl sok energiát fordítunk arra, hogy ezen kesergünk. A másik, hogy nem veszük észre a fő mintákat. Gyakran olyan, mintha más életét élnénk, és gyakran olyan folyamatok zajlanak az életünkben, amik mindig ugyanúgy történnek. Én ezeket banánhéj effektusnak nevezem, mert újra meg újra ugyanazon a banánhéjon csúszunk el. Aztán nem veszük észre, hol akadunk el. Mi van az elakadásaink mögött. És gyakran azt sem látjuk át, hogy amikor működnek a dolgok, mitől működnek. Mert ha tudom, hogy mitől működik, akkor akárhányszor meg tudom ismételni. Ha fogalmam nincs, akkor olyan esetleges a sikerem. Vagy az egyik életterületen jól működök, a másikon nem. Hát valami minta csak van, csak az egyiknél elakad, másiknál nem. A minta az, amikor valamilyen minta szerint cselekszem, ez lehet anyai minta, apai minta, de nem csak ezekre gondolok, hanem olyan minták, amik ismétlődnek az életünkben. És az egyik életterületeden bekapcsolnak, mert ott érzelmileg valami olyan trauma ért, a másikon meg nem kapcsolnak be. Na, ha foglalkoztatnak ezek a kérdések, és ezekből ki akarsz jönni, akkor a sorstervezés az a te területed. És ha van kedved részt venni egy sorstervező workshopon, vagy többet szeretnél tudni róla, akkor kattints a videó alatti linken, és bevezetlek kicsit jobban a sorstervezés világába, hogy meg tud különböztetni, hogy mire nincs ráhatásod, és azt el tud engedni egy bizonyos szinten, amire van ráhatásod, ott viszont igenis észrevett, hogy mi, hol, miért megy félre, hol akad el, és azokat helyre tud billenteni, mert onnantól más minta fog ismétlődni, más folyamatok zajlanak, és más eredménnyel. Sikeres sorstervezést kívánok!